13 fővel alakult meg a térség legújabb polgárőr szervezete, amelynek létrehozását hosszú ideje tervezik Csanád Albertin, tudtuk meg az egyesület elnökétől. 2-3 éves történet, hogy elő-elő került, csináljunk egy polgárőrséget. Több, néha-néha összeálltunk emberekkel, beszélgetünk, miért nem csinálunk polgárőrséget, miért nem csinálunk. Közösségszervezés a szakmám, és akkor úgy láttam, hogy én ebbe hatékonyan tudok belenyúlni, hogy egy civil kezdeményezést úgy fölkarolni és támogatni úgy a működésig. Amint egy 500 fős faluban a lakossági igény is alátámasztja az egyesület megalapítását, mondta el televízióknak Kosztolányi László alelnök, aki a település önkormányzati képviselője is egyben. Nagyon közel vagyunk a határhoz, és olyan emberek jönnek be át utazóba itt a falunk keresztül, ami a lakosokat egy kicsit aggasztja, és már majdnem úgy ott vagyunk, hogy már most napi szinten találkozunk idegen emberekkel, és ezért gondoltuk, hogy szorgalmazzuk ezt a polgárőrséget. A térségi szervezetek között kiváló a kapcsolat. A Csanád Albertieknek a makói Marosmenti Polgárőr Egyesület a kezdetektől segített a megalakulásban. Összehívták a társaságot, akkor már látszott, hogy egy elég jó kis csapat fog itt összegyűnni, és innentől hát gyakorlatilag saját útjára indult a dolog. Először is a bíróságon el kell fogadni ezt az egyesületnek a bejegyzését, utána a megyén, az országos polgárőrszövetségnél is be kell jegyeztetni az egyesületet, megyei rendőrséggel, városi rendőrséggel együttműködési szerződést kell kötni, tehát azért van még feladat hátra nekik is. Igyekszünk rendbe rakni a dolgokat, már nem sok van hátra, hogy teljes joggal tudjanak működni. Az egyesület tagjai az alapismereti képzést már elvégezték. A működésüket az önkormányzattal és a lakossággal egyeztetve az itt élők igényei szerint fogják kialakítani.